Ja, ebben a mai videóban, ha már megvolt a Fluxbox, megvolt a KDE, a Gnome és a Cinnamon, akkor menjünk tovább az XFCE felülettel, és abból is a legjobb verzióval, a Subuntu-val, hogyha már ugye az Ubuntu be volt mutatva, akkor a Subuntu, ami XFCE-re van kihegyezve, az egyik legjobb választás lehet. És akkor nézzük is meg, hogy mivel fogad minket ez az operációs rendszer XFCE felülettel, Először is kapunk egy start menüt, egy megnyitott programot, egy hálózati jelzé, egy értesítéseket, hogyha lenne frissítésünk, vagy ilyesmi, akkor azt itt látnánk. Itt tudjuk a számítógépet nyitni, bemutató mód, stb. beállítások, mikrofonra való felhívás és hangjelzés, illetve egy óra. Itt az asztalon pedig láthatjuk a kukát, illetve a saját mappát is, hogy most már akkor megvan. Nem gyári háttérkép. Ez a Godból van, vagyis Gods of Tsushima-ból, mert hogy megvettem PC-re, és most azt fogom nyúzni, mint az állat, mert imádom azt a játékot. Na de nézzük, először is ugye itt vannak az alap kis beállításaink, mint a beállítás kezelő, ahol mindenféle szépet is jót megkapunk, mint ablakkezelő, ablakkezelő hangolása, about me, megjelenítés, értesítések, asztal, menu editor, munkaterületek, nyelvi támogatás, és itt a tere, természetesen testre tudjuk szabni az egeret és a billentyűzetet is, hogyha szeretnék meg a touchpadot, úgyhogy azzal se lesz problémánk. bluetooth is tudunk kezelni, billentyűzetet is, cserélhető meghajtókat is, kijelzőt is, lemezeket is, nyomtatókat is. Szóval az ilyen alapfunkciókat tökéletesen az ICFC-je -el ellátja, és nincsen vele semmi problémánk. Szóverek és frissítésekbe benézünk, hát ha van valami szépségünk és jónk, de nincsen, úgyhogy mehetünk tovább, oké, rendben, nagyszerű, fantasztikus. Nézzük, hogy mi van még nekünk itt. Van itt egy olyanunk, hogy képernyő lezárása, illetve ugye a kibelépő gombunk, hogyha akarjuk újra tudjuk indítani, kijelentkezni, leállítani, felfüggeszteni, felhasználót váltani, szóval tök egyszerű és nagyszerű a történet, na de az lehet a kérdésed, hogy mennyi zabál lehet mondjuk a fluxboxhoz képest. Hát nézzünk egy olyat, hogy mondjuk tudó, a átop, Instát kihagytuk, miért ne kérje a jelszavunkat, mint minden más egyéb Linuxos felület. vagyunk, És akkor nézzük a hátopot. Hát a hátok szerint most jelen pillanatban 2,54-et zabálunk, és 32-22% között ingadozik a Proci, úgyhogy zabál ez rendesen. Viszont még mindig nem olyan vészers, mint egy Windows 10, vagy akár egy Windows 11, úgyhogy ezzel nem lesz problémánk. Egy hétköznapi számítógépen szerintem a mai napon most már tökéletesen elfutni ez az operációs rendszer ezzel a felülettel, úgyhogy nem lesz nekünk semmi problémánk. És mehetünk tovább méghozzá a webböngészők kérdésével, ami az internet alatt található, alapból egy Firefoxot fogunk kapni, ami, hogyha megnyílik, akkor a következő verziót fogjuk látni magunk előtt. 125.0.2, vagyis egyenle van maradva a 0.3-tól, de Isten úgyse, ezre a legnagyobb baja, tökéletesen működik a történet, mertünk tovább, van egy levelezőnk, egy fájlkezelőnk, libreoffice egy LibreOffice Libre kalkunk, egy App ahonnan már alapból le tudjuk szedni az OBS-t, mint olyan a Brevet, mint olyat láthattad, ugye nekem föl van téve, mint böngésző, és azt is használom jelen pillanatban itt az XFCL felület alatt, úgyhogy tökéletesen működik, és hozzá kell tenni ugyanúgy, mint az Ubuntu, ez is természetesen támogatja a snappet, úgyhogy itt is tud snappel dolgozni. Aztán van nekünk egy terminál emulátorunk, amit előbb láthattál ugye bevillanni a hátoknál, és van egy súgom. Aztán a kedvenceinknél az utoljára megnyitott programaink vannak előzményeknél. Úgy szintén itt van Accenter, Firefoxot, Brave-et, OBS, Stopperes frissítéseket és megjelenítéseket nyitottam meg. Megjelenítéseket azért, mert hogy testre szabtam ugye a háttérképet, mint olyat, összes alkalmazás, akkor itt egyvelekként mindent megkapunk, beállításoknál megkapjuk azokat, amik e, előbbe voltak mutatva ugye külön fülön, grafikánál kapunk egy GNU képszerkesztő, lánykodi nevén Gimpert, egy LibreOffice Dravot, kapunk egy Rishretto kép képmegjelenítőt, és egy skennert, mint olyat, bár én nem tudom, mire tudnám használni a skennert, skenner hiányában, de jó, ha van, internet, és akkor már ott a jó megérdemelt. Brévünk, Firefoxunk, Hash csetünk, Thunderbird levelező kliensünk, ezt a büdös rohadt életben nem sikerült beállítanom. Egyszer se. Se outlook se gmail se proton semmire nem sikerült beállítanom. Soha az, hogy hogyan működik, most már utána kéne, hogy nézek, aztán most már ügyködnöm kéne ügyesen aztán van egy transmission mint olyan torrent kliensként. Irodába, LibreOffice, szótár, atril dokumentum megjelenítő, játék, három darab játék, akna kereső, puzzle collection és szudukunk van, kellékekben megint betű és alkalmazás kereső és stb. De ez nekünk nem fog kellő. Multimédiában benne van az OBS, a Parole Media lejátszó, most, hogy MOF FILE formátumban rögzítem a videót, tökéletesen megjeleníti a parolát. Hozzáteszem viszont, amikor DaVinci Resolve-ba be akartam dobni az előző videók nyersanyagait FLV formátumban, azt nem kezelte le, csak azután, miután OBS-ben MP4-re formáztam az egészet. box és x ben mint CD írónak, és nem utolsó sorban, itt van a g debi csomagkezelünk, FILE-ra, updaterünk, megnézzük, hogy csinál le valamit. Nem. Itt is ugyanazt csinálja, mint ubuntu hogy megmutatja nekünk a lemezeinket. Fantasztikus. Mondjuk, ugye LTS verzióról beszélünk, 5 évig támogatottan, úgyhogy azzal nem lesz problémánk, és közben én akkor nyomok neki egy olyat, hogy sudo app update, bár ez lehet, hogy nem így kéne, hanem úgy, hogy sudo su, hiszen úgy is kérni fogja tőlünk a rútjogosultságot, ahhoz, hogy lefrissítsük az operációs rendszert. Annélkül nem fogja frissíteni, és akkor azt mondja, hogy sudo, a update, and apt, up upgrade. Oké, rendben, a végére mondjuk egy y-t bedobhattunk volna, de így sincs semmilyen frissítésünk, hogy, hogy ezzel nem lesz problémánk. Van kombináció itt a billentyűzeten, az f 3-at megnyomod, akkor itt bejön egy ilyen kereső. Látod? És így szépen már tudod keresni mondjuk az OBS-t. Csak azért, hogy olyat említsek, ami már tudom, hogy százalékig fenn van és ebből egy X megnyomással ki is tud lépni. Aztán ha jól tudom, van egy Alt F2-nk talán igen van, és itt is mondjuk OBS. Itt már nem azt adja ki, de kíváncsi vagyok, hogy mit csinál? OBS szabványos kereső, hát ez egy kicsit másképp működik, de működik normálisan, úgyhogy Saját mappánkban semmi extra Document, Download, Music, Picture, Public, Snap, Templates és Videos. Mint olyan? Úgyhogy Isten igazából röviden ám, de velősen én ennyit tudnék elmondani az XCR-ről. Egy aránylag keveset fogyasztó, a hétköznapi alkalmazásra tökéletesen elegendő, barátságos kis történet. Annyit még mondjuk hozzá tennék, hogy a panelt el tudjuk helyezni, át tudjuk helyezni. Úgyhogy ha rámegyünk az áthelyezésre, és itt megfogjuk oldalt, akkor le tudjuk ide vinni. Mondom, le tudjuk vinni. De nem, panel beállításai, aztán a zárulás megszüntetjük, megfogjuk, és levisszük. És akkor itt lesz alul. Ha nem tetszik, akkor megint megfogjuk bal klikkel, fölhúzzuk, panel zárulása vissza, bezárjuk. Ennyi röviden de belősen én ennyit tudtam volna elmondani neked így az XSCRől, ről remélem tetszett a tartalom, ha igen, akkor iratkozz fel, lájkold a videót, és legyen több, minél több megtekintés, mert akkor talán elérem a 4000 és valami le is esik a YouTube-ozásból. Köszönöm szépen, további szép napot, pápá!